Szeretettel üdvözöljük a kínai testvérváros lakóit innen Balatony terenyéről. Szeretném bemutatni az itteni táj gasztronómiai ételeit, régen, hogy találták ezeket az otthonokba. Mit lehet tudni tehát erről a palóc gasztronómiáról, a Bátony terenyei gasztronómiáról, ami ezek a hagyományos ételek elkészítési módjáról? A régi időszakokban, sőt még most is megtalálható ezen a vidéken az állattartás. Ezzel kapcsolatos mindenféle ételt fel lehetne sorolni, mert télen levágták a disznót, abból volt ünnepi ebédek, nagyon finom toros leveseket főztek. A sonkát azt eltették tavaszra, húsvéti időszakra, felakasztották a padlásra, ami már eleve meg volt füstölve, és akkor ezt húsvétkor készítették el. Ilyen reggelikről is lehetne beszélni, mert a disznóvágástól megmaradt szalonna, zsír, tepertő, ezt reggelinél felhasználták, sült szalonna tojás, hagymával, ilyenekkel. A ünnepnapokon a farsangot is említeném, akkor fánkot készítettek. Nyáron inkább a betakarításokkal foglalkoztak és a szárnyas állatokkal. Itt a liba, kacsa, ami fontos lenne, mert nagyon jó libazsír, kacsatepertő, libatepertő, amit még külön meg tudtak enni az emberek, és a máj, ami nagyon híres, és annak a kisütése, amit a zsírba sütötték ki a saját zsírjába, hogy jó puha legyen. Karácsonykor említeném, hogy a mákos guba 24-én, akkor csak az volt szabad enni, túrós lepényt, és akkor a következő napokban jöhettek a zsírosabb ételek, amikor már felkerült az asztalra töltött paprika, töltött káposzta, mindenféle szárnyas hús. Úgyhogy... Ezek közül a tájjellegű ételek közül melyeket készítik el még napjainkban is, itt a városban is környékén? Megemlíteném a gancát. A gancát azt is többféleképpen készítik. Van, aki zsírral, hagymával, van, aki hagymás zsírral, tejföllel, túróval. Ez mindenki saját maga döntötte el. Megemlíteném a laskát, a krumplilaskát. Ez is egy ilyen tájjellegű étel. A túrós lepényt azt említettem a karácsonyinál, ez is egy itteni tájjellegű étel. Milyen étel van még? Palócgulyás, amit itt meg tudnák említeni. Ez is ízletesen elkészítve, nagyon finom. Fesztiválokon elkészítik ezeket itt a városban, a rendezvényeken, amit a város lakossága is megkóstolhat esetleg? Igen, igen, nagyon nagy sikere van a Laska Fesztiválnak, Palacsinta Fesztiválnak, úgyhogy, sőt, úgy tudom, hogy Túrós Haluska Fesztivál, Haluska Fesztivál is van, hogy ott is felhasználják ezeket. Itt Bátony terenyén, rendezvényeken ezek közül mely ételt készítik el? Palócgulyást esetleg készítenek rendezvényeken? Igen, palócgulyást és gancát, úgy tudom, hogy a gancát is, hogy azt is készítettünk. Mi is például, a nyugdíjas klub is készített ilyen ételt városnapon. Azok a tradicionális ételek, amikről az előbb szó volt, ezek festmények formájában is megörökítésre kerültek. Milyen formában és milyen ételeket ábrázolnak ezek a festmények, illetve milyen technikával készültek? Elsősorban szeretném megköszönni, hogy
Bátony Terenye városomnak a képzőművészet baráti köre és az iskolások részt vehettek ezen a pályázaton, amelyeket a Huanyan testvérvárosunk írt ki számunkra a képzőművészeti pályázaton, és ezeket a pályázatra jelentkező festményeket, ezeket akvarellel készítettük el, és természetesen szerettük volna bemutatni festményen, hogy a mi palóc ételei megjelenítsük a festményeinken, úgyhogy szerepel azok az ételek, amiket az előbb felsoroltak, a palócgulyás, azon kívül a laska, a túrós tejfölös haluska, rétes sütemények, amiket ünnepnapokon szintén készítenek. Hol lesznek majd megtekinthetőek ezek a fotók, vagy hol voltak megtekinthetők ezek az alkotások? Ezeket az alkotásokat, ezeket itt Bátony Terenyén is kiállítottuk, és majd az Önök városában is látható lesz. A rendezvényükhöz minden jót kívánok, sok sikert! Viszontlátásra!